Ifjúsági téli olimpiát nyert a csíkszeredai Eduard Kösönjánú. A jégkorongozó az egyéni ügyességi vetélkedőn a lövés erősségét és pontosságát felmérő próbán első, a gyors körben és a korongvezetésben második lett, a lövés pontosságban harmadik, korcsolyázó képességben és passzolási pontosságban pedig a hetedik helyen végzett. Ezzel összesítésben hatalmas meglepetésre az első helyen zárt. Mögötte egy szlovák és egy német hók is végzett, míg a magyar színeket képviselő Vértes Nátán a negyedik lett. Eduard Kösönjánú nevelőedzője György Pál Tamás, az utóbbi években pedig Elekes Levente foglalkozott vele. Romániának ez a második érme a Lillehammeri ifjúsági téli olimpián. Erdélyi rangadót rendeznek holnap délután a román jégkorong bajnokságban. A csíkszeredai sportklub a brassói koronát fogadja, és amennyiben újabb sikert arat, fontos lépést tesz az alapszakasz győzelem felé. A gyergyószentmiklósi progima Galac Dunarja otthonából próbál pontokat rabolni. A román bajnokság alapszakaszát követően az elődöntőbe az első 4 helyezett jut majd be. A Bucsintető és környéke ad otthont az országos sítájfutó bajnokságnak, a sportolóknak nem csak a távval, de a hóviszonyokkal is meg kell küzdeniük. Hó ugyan van a Bucsintetőn, de sok helyen már látszik a fű, és ez nem csak a szervezőknek okozott gondot, hanem a résztvevőknek is, akik sokszor ott kellett sízzenek, ahol épp találtak havat. A tegnapi sprintverseny után a hosszú táv extrém körülmények között zajlott, vallották be a résztvevők. Két nagyon nehéz versenyen vagyunk túl. A tegnapi a maihoz képest könnyű volt, de ma a pluszfokok és a táv hossza is nagyon megnehezítette a dolgunk. Nagyon hosszú volt, máma, nagyon nehéz. Igazán volt nehéz. Elég durva volt a hosszú távnak is, és puha hó volt, és elsüllyedt a sí, bot, minden. Ma durva volt. A férfiak versenyét a csíkszeredaiak uralták, akik két nap után Szucsu Szimeon révén két bajnoki címet és Szép Zoltán révén egy ezüstérmet szereztek. A nőknél mindkét nap a krajovai Angel Andrád diadalmaskodott, aki annak ellenére, hogy nagy előnnyel nyert, megszenvedett a győzelemért. Nem gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz fizikailag és technikailag is. A térkép léptéke is megtévesztő volt azzal, hogy 12.500-as volt. Mindig hamarabb álltál meg, hamarabb kerested az ellenőrző pontot, és ha nem találtad, fordultál meg, és még a nyomok se voltak jók. Az ifjúsági korosztályokban többnyire nagybányai és felsőbányai dominancia van, őket csak a csíkiak tudják megközelíteni, de a harc az érmekért így is nagy. A sítájfutó országos bajnokság holnap a váltóversennyel, vasárnap pedig a középtávval folytatódik.